Ebből azért is úgy kérdött, hogy elkezdtem vitorlázni itt Füszkön. Folyamatosan a vizen voltam, még amikor 1987-ben bevonultam katonának, ott is Balatonfenség honvédüdőben az egyik hajót kellett vezetnem, az volt másfél a dolga. Mikor volt első hajód? Az első hajó, ami a sajátom volt, az egy Dart 20-as katamarán volt itt a Balatonon. Mi építettük a Kucséber Bandi segítségével, az ő instrukciói alapján, és állati jó volt. Egyfolytában kín voltunk. Mikor volt az első, már mikor vásároltad az első nagyobb hajót, hát, amivel ment? Az első nagy hajónk, azt nem egyedül vásároltam, hanem egy társaság, és ez volt az, amit most adtunk el. Uh-huh. Ez egy 62 lábas Tirhandi nevű török halászhajó, ami úgy lett átalakítva, hogy lehessen vele charterezni. Által vitorlázunk, amennyit csak tudunk, vitorláztunk vele, meg vitorlázunk vele. Nem csak azért, hogy spóroljuk az üzemanyaggal, egyébként az is, mert egy hatalmas, nagy 6000 köbcentis General Motors harckocsi motor hajtja, hanem azért is, mert ez sokkal jobban szeretnénk vitorlázni. Ez egy nomád túrákat csinálunk, ez azt jelenti, hogy nincs sem meleg víz, nincsen szakács a hajón. A vendégek, akik a hajón vannak, ők gyakorlatilag erre az egy hétre vagy két hétre, attól függően, mennyi időre jönnek le. Ők nem vendégek ebbe az időszakban, hanem inkább a személyzet részévé válnak. Ugyanúgy ők is húzzák a köteleket, ugyanúgy segítenek a vitorláknak az irányítása, vagy a kezelésében, a horgony felhúzásban, kikötésben. Úgy érzik, hogy tényleg majdnem minden csoport, aki lejött, úgy érezte, hogy picit megváltozott az életük. Ez, hogy lejárnak oda hozzánk. Hát mondjuk igyekeztünk kitölteni olyan aktív dolgokat, mint sziklamászás, snorkelezés, barlangok, meg keresése is. Te is ezt mindig ott találod ki a helyszínen, azért hogy gondolom, van egy terv. Hát most terv. Azért már így beátudod, van egy pár útvonalunk, ami széltől függően játszunk ezzel, hogy melyiket választjuk. De ha észfelé megyünk, akkor Albániába megyünk, azt is elég jól ismerjük most már, de ha délfelé megyünk, ott meg nagyon-nagyon sok sziget van, és nagyon sok variáció. Lefkada, Zakynthos, Ithaca, Paxos, Antipaxos, gyönyörű szigetek, és sok variáció, hogy mit lehet itt csinálni. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az egyetlen egy olyan török falhajó típus, amivel lehet vitorlázni is. Uh-huh. Mivel mi mindenképpen vitorlázni akarunk. Vannak ezek a gületek, amik nagyon szépek, nagyon, nagyon vonzónak tűnnek így első látásra, de nem lehet, hogy vitorlázni, maximum hátszélbe tudsz vele menni. Hárman jöttünk át két barátommal, és egyáltalán ismertük a hajót. Annyi hozzá is, hogy mi újítottuk föl, mi készítettük fel, de száraz dolgokba, és amikor vizet ettük, akkor azonnal indultunk vele, és menet közben tanultunk meg vele kikötni, hogyan kell a vitorlákat kezelni, mit bír el a horgon, mit nem. Szóval ez mindig menet között, plusz a kikládokon azért áprilisban voltak csúnya idők, amikor nem mertünk hátranézni, akkor a hullámok voltak. És, szóval izgalmas volt, hogy napokra el kellett bújnunk egy szigeten, mert olyan erős szél volt. Kiskoromban rengetegszer olvastam el a Thor Heyerdahlnak a Tutaj a csendes óceán című könyvét, és ez annyira tetszett, hogy tényleg szerintem az iszonyú izgalmas lehet, hogy kéne a nyílt óceánon mész hetekig, egy teljesen más ritmusát kapod el az életnek, a saját életednek, amit még soha nem láttál eddig még. Hát mi lehetett a kiváltó oka, hogy ilyen hajós lettél?
zárszóként, hogyha ezt meg tudod fogalmazni? Hát azt szerintem egyrészt a Balaton közelsége, aztán az a kulturális környezet, amiben felnőttem, ez, értsd ez alatt a könyveket, amiket éppen a kiskoromban olvastam. Azok az emberek, akik körülvettek a Füstöly kikötőbe, azok a dolgok, amiket láttam, ezek olyan hatása voltak rám éppen adott pillanatban, hogy errefelé sodrottam el. Mindenkinek megvan a saját története, mi? Jaj, persze.